A Svindlerek mai adásában Alex, Paul és Jess újabb PIMASZ csalásokat hajt végre. Ha svindlerek vesznek körül, elkél a segítség. Apa! Gyere ide! Alex szédítő árfolyamon vált. 500 font 200 euróért. Paul nem csak a csomagjával távozik a hotelből. A kocsit elvitték 15 perce. Önök a svindlereket látják. Alex a titkos trükköző. Jess a szexis szélhámos. Paul a megtévesztő művész. Svindlerek, 35. rész. Megmutatjuk, mi rejlik az átverések mögött. Ezeket Anglia szerte nap mint nap elkövetik a hivatásos csalók. A mi csalóink Alex, a titkos trükköző, Jess, a szexis szélhámos, és Paul, a megtévesztő művész. Beutazzák az országot és a nyaralóhelyeket, hogy rejtett kameráink előtt bemutassák, hogyan működnek a különféle trükkök. Ne feledjék, a műsor szereplőit valóban becsapták. Miután visszakapták a pénzüket, beleegyeztek, hogy a felvételeket bemutassuk, így önök nem fognak bedőlni ugyanezeknek a trükköknek. Ez a csalás igazi modern klasszikus és az egyik legveszélyesebb átverés. A pontgyűjtés nem minden esetben jár előnyökkel. Ha közlekedési büntetőpontokat halmozunk fel, az a biztosítási díj emelkedését, hivatásos sofőrök esetén az állás elvesztését is jelentheti. Következik az ütközés. Ez a szűk egyirányú utca egy csendes lakónegyedben ideális ahhoz a csapdához, amit svindlereink állítanak. Az utca végén Paul leparkolt és várja a jelzést. Úgy 100 méterrel mögötte Alex és Jess egy kis mellékutcából figyelik a lehetséges balekokat. Egy fehér furgon, tökéletes! Alex észreveszi. Paul, fehér furgon, készülj! És szól Paulnak. Már is kiállok. Paul elállja az utat a furgon előtt. Gond van a sebváltóval, valamiért beakadt rükvercbe. Tényleg? Igen, próbálom megoldani. Alex és Jess beállnak a balek mögé, aki így nem tud visszatolatni. A furgon holtterébe állnak. Egy perc! Amíg Paul szóval tartja a balekot, Jess előkészül. Próbáljon meg visszatolatni. Csak pár métert, vagy amennyit tud. Megtenné, hogy kicsit visszatolat? Paul elvonja a balek figyelmét, Alex pedig jelez Jessnek. Mit művel? Jól van? Jól van? Elütött egy lányt. Hé, szálljon ki! Hadd nézzem. Nem hallja? A furgon mögött volt. Tessék? Hogy tessék? Hátra se nézett, csak tolatott és elütött egy lányt. Nem. Az Istenért. Mi volt benne? Nem láttam. Jól van. Akarja, hogy orvost hívjunk? Nem. Jöjjön, üljön le egy percre. Sajnálom, de tényleg nem láttam. Üljön le ide. Sokkot kapott. A sofőr is sokkot kapott, és a közelben lévő apját hívja. Ki kell fizetnie a laptopomat, ami összetört? Paul és Alex más-más oldalra állnak.
Baleset volt. Itt lakik? Nem érdekel, hogy baleset volt. Csak szállítok erre. Nem láttam őt, tényleg nem? Nyugalom, foglalkozna a lányjal. Elütötte a lányt. Sérülést okozott. Eltörte a laptopját. Nem hajthat el csak úgy. Nem hajtok el, de nem tudom, mit tegyek. Ezzel nem segít. Jó, jó. Ide hívom az apámat, nála talán van pénz. Van pénze? Nincs. Maga tolatott. Tudom, hogy én kértem, de azért hátra nézhetett volna. Sajnos nincs zsebkendőm. Gondolkozzon, mert hívják a rendőrséget. Nem tudom, mit tegyek. Hogy mit? Azt akarom, hogy fizesse ki a laptopomat. Nemrég vettem, ő meg összetörte. Jess a könnyeivel, Alex és Paul a szavaikkal gyakorolnak nyomást a sofőrre. Jobb, ha fizet. Nincs pénzem. Semmi? Semmi. Felvehetne egy automatából. Kártya sincs nálam. Biztos van pénze. Adja, hogy gondolkozzon, kérem. A Balek meglátja az apját. Apa! Gyere ide! Mi történt? A lány pénzt akar. Jól van? Az apja? Igen, az apja vagyok. Kértem, hogy tolasson, és ő elütötte a lányt. A lány csak átkelt az úton, ő meg elütötte, összezúzta a laptopját. A lány ki van, nézze csak meg! A legjobb, ha kihívjuk a rendőröket. Nem láthatta. Én is ott álltam, és nem láttam. Nem lehet így ész nélkül tolatni. A lány egyre dühösebb. Szerintem jobb, ha fizetnek neki. Csak a laptopját akarja. Szükségem van arra a laptopra. Igaz, nem tehetünk mást. A svindlerek végre megtörték a Balekot, akinek mégiscsak van készpénze a kocsiban. Fizessék ki a laptopot? No, na! Helyesen cselekszik. Így tisztességes. 200 font KP. Búcsúzóul Alex egy jó tanáccsal is szolgál. Legközelebb nézzen körül, ha tolatni kezd. Egy egyirányú utcában tolattam, amit egyébként sem lett volna szabad. Próbáltam félreállni, de egy gyalogos volt mögöttem. Elesett, felhorzsolta a kezét, és eltört a laptopja. Azt akarom, hogy fizesse ki a laptopomat. Nemrég vettem, ő meg összetörte. Biztos van pénze. Hagyja, hadd gondolkozzon. Apa! Gyere ide! Aztán pénzt kért a laptopjára. Jó ötletnek tűnt, hogy kifizetek 200 fontot. Ez így fair. Legalább nem kapok büntetőpontokat. Sosem árt egy kis gyanakvás, ha valaki ilyen helyzetben készpénzt kér maguktól. Gyakran kiderül a végén, hogy sokkal jobb lett volna hívni a rendőrséget és a biztosítót, még akkor is, ha úgy gondolják, hogy önök a hibásak. Ha nem így tesznek, olyan helyzetbe keveredhetnek, ahonnan többbe kerül kimászni. Nyaralás közben óvatlanabbak vagyunk. Sokkal könnyebben lehetünk csalók áldozatai. Ezt a csalók is tudják, ezért PC-zik ki előszeretettel a turistákat. Alex, Jess és Paul Ibizán járnak, hogy élvezzék a napfényt, a tengert és a csalást. Bemutatjuk a leggyakoribb trükköket, hogy önök tudják, mire érdemes figyelni nyaralás közben. Következik az árfolyam átverés. Ibiza óvárosa ideális hely arra, hogy kikapcsolódjunk és elfeledjük a világ gondjait. Csak hogy ezen a téren nagy átverés van készülőben. Alex jegyeket árul egy nem létező utazási iroda nevében. Egy kávézó teraszán Paul várakozik. Összedolgoznak, de a sikerhez elengedhetetlenül fontos, hogy úgy tűnjön, mintha nem ismernék egymást. Alex szemeli ki a Balekokat. Városnézés? Ez a pár ígéretesnek tűnik. Szigettúrát vagy térképet 2 euróért? Egy térképet kérünk. Adom a térképet. Ez Paul végszava. Ő a beépített ember, aki átlagos Baleknak adja ki magát. Kérhetnék én is? Igen. Maga angol? 2 euró egy térképért. Nincs ezzel semmi baj. Ám Alex mást is ajánl Paulnak. Kérdezek magától valamit. Nézze, van nekem itt 2 angol fontom. Maga ugye angol? Van nekem 500 fontom, amit szeretnék beváltani. 500 fontot 200 euróért. 200 euróért?
Igen, nézze, 500 font, 1, 2, 3, 4, 5. Elképesztően jó árfolyam. Hihetetlenül jó. Most nyomtatták, 300. 500 font 700 eurót ér, Alex viszont 200-ért ajánlja. Valódi? Persze, hogy valódi. Mégis mit gondol? Alex a szemük láttára számolja le a pénzt. Úgy tűnik, minden rendben. Mennyit kér? Polt érdekli a dolog, de nincs elég pénze. Egy százason van. Nem akarnak felezni? De igen. Helyes. A balekok szemében biztonságos üzletnek tűnik, ha feleznek Pollal. Alex azonban nem szívesen üzletel a nyílt utcán. Vegye le a kalapját. Itt nem adhatok pénzt. A kalapjába teszem a pénzt, hogy ne lássák, amint csencselünk. Alex 500 fontot rak Paul kalapjába. Paul és a balek pedig 100-100 eurót adnak Alexnek. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nincs mit. Itt kávéztam éppen. Hova valósia? Redditchbe. Amíg a kávézó felé tartanak, hogy elosszák az 500 fontot, Alex beleolvad az ibizai forgatagba. Itt minden más, minden más. Egészen más. Meglepő árfolyam. Fejenként 250. Igen. A kávé is belefér. A balek átszámolja a pénzt, és észreveszi, hogy valami nem stimmel. Van egy kis probléma. Ez hamis. Ez pedig üres. Az 500 font valahogy átalakult néhány egyszínű fénymásolt, teljesen értéktelen papírdarabbá. Te jó ég. A balekok nagyon csalódottak, és a szerepe szerint Paul sem boldog. Mekkora idióta vagyok. Láttam a pénzt, és gondoltam... Haj, te jó ég. Jó pár napi költőpénz. Mielőtt a balekoknak eszébe jutna a rendőrséghez fordulni, Paul figyelmezteti őket. Kár hívni a rendőrséget, úgyse tesznek semmit. Gondolja? Biztosan. Ezek a tolvajbandák undorítóak. Tudják, hogy simán megússzák, ezért a nyílt utcán kirabolják az embert. Nem tudom, talán az a legjobb, ha hagyjuk az egészet. Túl sok vesződtség 70 fontért. Sok ilyen esetet hallani. Nem hiszi el az ember, aztán vele is megtörténik. Alex a balekok előtt számolta le a pénzt. Vajon hová lett? Vegye le a kalapját, itt nem adhatok pénzt. Ez a kritikus pillanat. Amikor Paul leveszi a kalapját, úgy dönti meg, hogy a balekok ne lássák, amint Alex csak úgy tesz, mintha belerakná a pénzt. Valójában megtartja és a zsebébe teszi. Olyan gyorsan történt, hogy senki nem látott semmit. Hogy került a pénz a kalapba? Mindvégig ott volt. Paul már Alex érkezése előtt belerejtette a hamis bankjegyeket. A balekoknak esélyük sem volt. Azok a bankjegyek, amiket láttam, valódiak voltak. Aztán odaadta ezeket a szép, hamis papírokat. Ez az egy biztosan valódi. Vagyis adott 20 fontot és elsétált 70-nel? 140-nel. Kihasználta az óvatlanságunkat. Igen, a nyaralás miatt. Otthon nem tudott volna átverni? Biztos nem. Egész biztos. Először tavaly hallottunk erről a trükkről Spanyolországban. Nagyon ügyes a lélektana. A csalás három részből áll. A baleknak teszek egy fantasztikus ajánlatot, ami beindítja a kapzsiságot. A második lépésben megjelenik a beépített ember, akit látva a balekban elül a gyanú, és hajlandó ténylegesen átadni a pénzét. A legravasszabb mégis a harmadik lépés, amikor is lebeszélik a balekot arról, hogy a rendőrséghez forduljon. Kár hívni a rendőrséget, úgyse tesznek semmit. Biztosan. Gondolja? Ezek a tolvajbandák undorítóak. Tudják, hogy simán megússzák, ezért a nyílt utcán kirabolják az embert. Az a legjobb, ha hagyjuk az egészet. Ezzel el is tüntetik a csalás nyomait. Ettől igazán ügyes ez az átverés. A folytatásban... Jazz pultjánál... Hello, fiúk! A méret a lényeg. Nagyobb díjért megérte volna. Paul nem csak a csomagjával távozik a hotelből.
A kocsit 15 perce vitték el. A svindlerek most bemutatják, hogyan kell ingyen italt nyerni fogadással egy bár gyanútlan vendégeitől. Az átverésnek az a trükkje, hogy a balek azt hiszi, a fogadásnak csak egy kimenetele lehet. A fogadás tényleg csak egyféleképpen végződhet. Úgy, ahogy a csaló akarja. Figyeljenek és okuljanak! Van egy jó feladványom. Ha megoldjátok, fizetek nektek egy kört. Ha nem sikerül, ti fizettek nekem egy italt. Itt van ez a brandy a konyakos pohárban. Meg kell innotok a benne lévő brandyt ebből a sheris pohárból. Most azt gondoljátok, könnyű, simán áttöltöm. Csak hogy én beleteszem a sheris poharat a konyakos pohárba. Így né. A konyakos pohárhoz hozzá szabad érni kézzel, a sheris pohárhoz azonban nem. Világos? A brandyt a sheris pohárból kell kiinni. A feladat tehát, meg kell inni a brandyt a kisebb pohárból, amihez nem érhetnek hozzá a kezükkel. Valami ötlet? Nem használhattok segédeszközöket, se szívószálat, semmit. Nem érhetünk hozzá. Nem foghatjátok meg. Lehetetlen. Azt mondjátok, lehetetlen? Talán, ha megbillentem az orrommal. Az orroddal megbillented, az jó? De ettől nem jutok előbbre. Nem, ez a gond. Nem tudom. Nem tudod? Hajlandó vagy fizetni egy kör finom, drága italt? Lássuk. Mehet? Nagyon dühös leszek. A kezemmel nem érek hozzá. Te jó ég. Milyen egyszerű. De hogy iszod meg? Egészség. Alex a fogaival felemelte a kis poharat és beleöntötte a brandyt. A kis poharat a nagy pohárra állította. És kiitta az italt. Ez jól esett. Még egy ilyet kérek. Köszönöm. Egy sok éve alkalmazott csalás egyszerűsített változata következik. Egy biztos, a balekoknak nincs sok esélyük. Svindlereink pihenésképpen a Vidám Park örömeit élvezik. Költik a pénzüket, mint minden vakációzó, és remélik, hogy nyernek. A plüssmackó nyerési esélyeink azonban nagyot zuhannak, ha a játékot egy svindler irányítja. Következik a célba dobás. Aki rádobja a karikát egy csípeszre, az nyer. Hello, fiúk, megpróbáljátok? Remek. Rá kell dobni a karikát valamelyik csípeszre. Ha a csípeszen két jegyű szám van, akkor a fenti nagy nyeremények közül nyertek. Ha a szám három jegyű, akkor egy kisebb nyereményt vihettek el. Csak rá kell dobni a karikát a csípeszre. Két fontért három karika. Minden csípeszen van egy szám. Ha ez a szám három jegyű, a nyeremény kicsi. Ha viszont két jegyű, akkor nagy a nyeremény. Egyszerűnek tűnik, de nehezebb, mint amilyennek látszik. Senki nem tudja rádobni a karikát a csipeszre. Jazz besöpri a pénzt, de nyereményt nem kell kiadnia. Aztán valakinek mégiscsak sikerül. Bravo! Ügyes! Sok vásári játéknál garantált a nyeremény, de annak a mérete is számít. Három jegyű a szám, ami nem rossz, mert így is nyertél, de csak egy kisebb díjat. Minél kisebb a díj, annál nagyobb a vásáros haszna. Tessék, belefér a mellény zsebedbe. Köszönöm szépen! Szia!
Nagyobb díjért jobban megérte volna. Ha nagyobb díjat nyerünk, akkor megtérül a 4 font, amit fizettünk. Persze hiába áhítozik nagyobb díjról, ugyanis minden csipeszen 3 jegyű szám áll. Majdnem. Néha azonban... Bravo! 3. sikerült! Akad szerencsés nyertes. 2 jegyű szám van rajta, vagyis a tiétek lehet az egyik nagyobb díj. Őt szeretnétek? Ezt a helyes kutyust? Ügyes vagy! Ó, milyen puha! Ha bárki megkérdezi, honnan van, küldjétek ide hozzám játszani. Gratulálok! Sziasztok! A felső polcról nyertünk. Azt mondta, úgy vigyük, hogy mindenki lássa, és ha megkérdezik, honnan van, irányítsuk hozzá az illetőt. Ennyi. Igen, ügyes reklám. Bizony az volt, reklámfogás. Jess hagyta nyerni ezt a párt. Bravo! 3. sikerült. Csak le kellett takarnia az egyik számot az ujjával. 2 jegyű szám, vagyis a tiétek lehet az egyik nagyobb díj. Őt szeretnétek? És már is úgy tűnt, mintha 2 jegyű lenne. Ügyes vagy. Büszke vagy. Nagyon. A legtöbb vásári játékot tisztán játsszák, és van esély arra, hogy nyerjenek, de ne feledjék, hogy fizetnek a szórakozás öröméért és a nyerési esélyért. Illetlenség kihallgatni mások beszélgetését. Viszont olykor nagyon jövedelmező lehet. Kocsilopás a parkolóból. Az elegáns manchesteri szálloda ígéretes vadászterület a csalók számára. Paul itt próbálja ki a szerencséjét. Odakintről figyeli a bejelentkező vendégeket, hogy akad-e valamelyiküknél olyasmi, amit érdemes megfújni. Nem kell sokáig várnia. Hamarosan megakad a szeme egy sportkocsin. Vajon hogyan tudja megszerezni? Figyeljenek! A balekok nem sejtik, hogy figyelik őket. Gyanútlanul bejelentkeznek. A benti eseményeket rejtett kameráink rögzítik. Amíg a recepciónál az új vendégekkel foglalkoznak, Paul elhelyezkedik a hallban. Mark Gilfeder. Betűzni kérem. Gilfeather. Innen jól hallja a recepciós és a balek párbeszédét. A 16-os szoba az önöké. Mi parkoljuk le a kocsiját. A balek igénybe veszi a szálloda parkolószolgálatát, ezért kitölt egy parkolókártyát. Ezt kell bemutatnia ahhoz, hogy visszakapja a kocsiját. A bejelentkezés végeztével a balekokat a szobájukba kísérik. Érezzék jól magukat! A sportkocsit leparkolják, Paul pedig berendezkedik a várakozásra. Arra vár, hogy a recepciós elhagyja a pultot. De a nő csak nem mozdul. Az idő azonban Paul oldalán áll. Végül a délutáni műszakváltáskor a 2 recepciós távozik pár percre a műszak átadása miatt. Paul csak erre várt. Visszasiet az előcsarnokba és elvesz egy nyomtatványt a pultról. Egy parkolókártyát szerzett, amit csak ki kell töltenie. Odakint felírta a kocsi rendszámát, bent pedig hallotta a tulaj nevét, Gilfeather, és szobaszámát. A 16-os szoba. A kitöltött kártyával Paul elindul a recepcióhoz. Elnézést, van parkoló személyzet? Igen. Kívánja, hogy előre hozzuk a kocsiját? Igen, indulnom kell, amint lehet. Köszönöm. A bárban iszom egy kávét. Rendben. Összevetik a Paul kártyáján lévő adatokat a hotel számítógépében lévőkkel. Az új recepciós és az őr nem voltak jelen a vendégek érkezésekor, nincs okuk gyanakodni Paulra. Látva, hogy minden stimmel, az őr előáll a kocsival. És átadja Paulnak, aki boldogan elhajt valaki más 20 000 pontot érő kocsijával. 20 perccel később a balek megjelenik a pultnál és a kocsiját kéri.
Jó napot. A kocsimat kérném. Már is, elkérhetném a kártyáját. Átadják a kártyát. Üljenek le a bárban, szólok, ha itt lesz. Az őr észrevesz valamit. Várjunk. Ezt a kocsit nemrég adta oda valaki másnak. Ugyanaz a kocsi. Az előbb volt itt egy úr, és ugyanezt a kocsit kérte ki egy másik kártyával. Egy Audi TT? Ezüst színű. Hol a kocsi? Mi folyik itt? Két vendégtől két kártyát kaptunk, melyeken ugyanaz a rendszám szerepel. Megtennék, hogy leülnek a bárban. Jobb, mint ácsorogni. Szólni fogunk. Köszönöm. A balekok távol létében a recepcióson kitörhet a pánik. Hívja az igazgatót. Az az ember elvitte a kocsit? Igen, ellopta. De hogy csinálta? Uramisten! A balek türelme fogytán. Tudni szeretné, hol a kocsija. A kártyán megjelölt autót már elvitték. Elvitték? A kocsit elvitték 15 perce. A balek szóhoz sem jut. Ellopták a 20 ezer fontos kocsiját. Átadtam a kártyát a recepciósnak. A biztonsági őr ránézett és zavarva jött. Azt mondta, hogy valaki már elvitte a kocsit. Ellenőriztem a számítógépben. Láttam a nevet. Az a név szerepelt a kártyán, ami a gépben. Fogalmam sincs, mi történt. A kocsimat ellopták. Mit tehetnék? Semmit se tehetek. A szállodák forgalmas helyek. Ne gondoljuk, hogy a személyzet tagjai névről és arcról emlékeznek minden egyes vendégre. Paul ezt használja ki, valamint a délutáni műszakváltást. Ezért működik ez a csalás. Ebben az esetben az igazi gyenge láncszem a kártya. Túl könnyen meg tudtam szerezni. Ha elzárva tartanák őket, nehezebb dolgom lett volna. A vendégekkel tudatosítani kellene, hogy ez a kártya lényegében a slusszkulcsuk. Akkor sokkal nehezebb lenne kivitelezni egy ilyen csalást. Vegyék észre, mi zajlik önök körül. Apa! Gyere ide! Ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. 500 font 200 euróért? Akkor valószínűleg nem az. Ez hamis, ez pedig üres. Többet is megtudhatnak a svindlerekről, ha ellátogatnak a BBC 3 honlapjára. Közreműködött Lang Balázs, Németh Borbála, Megyeri János, Szokol Péter. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette.